A Diósgyőr elleni 3-0-ás győzelemmel zárták a bajnokság alapszakaszát a nyíregyházi női röplabdázók. A koronavírus járvány miatt voltak hosszabb szünetek is az elmúlt hónapokban, de végül sem a kényszerpihenők, sem a kényszerű játékos cserék nem voltak negatív hatással a csapat teljesítményére. Németh Szabolcs tanítványai 13 győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedtek, és a talán legnagyobb riválisnak számító Békés Csaba előtt megszerezték a szakasz győzelmet. A klub részéről nem volt elvárás abszolút, tehát mint ahogy mindenki tudja, nekem ez az első évem, tehát nem tettek ekkora terhet rám, hogy én most alapszakasz kell, hogy nyerjek meg bajnokságot, meg kupát. Ugye elvés közben jön meg az étvágy mindenkinek, most már azért tisztán látjuk mi is, hogy abszolút reális esélyünk van, akár a végkimenetelben is ott lenni a toppon, ezért is dolgozunk. Én ugye azért is mondom, hogy a klub részéről nem volt elvárás, mert azért így belül én mindig ezt vártam, én egy maximalista ember vagyok, tudtam, hogy milyen csapatot sikerült nekünk összetenni. Látom azt a fejlődést, amit napi szinten mutatnak a lányok, meg akár a stábon is, tehát nem csak a lányok fejlődnek, ugyanúgy fejlődünk mi is a stábban. És így most utólag azt mondom, hogy igen, ez egy reális kép. A bajnoki folytatás előtt a Magyar Kupa negyeddöntőjének két meccsét kell lejátszani a csapatnak. A Balatonfüled elleni párharc első felvonását csütörtökön idegenben 3-0-ra nyerték Lakom Zsófiáék. Ezek a mérkőzések arra nagyon-nagyon jók, hogy a koncentrációnkat is próbáljuk meg minél jobban kitolni, mert nagyon jól koncentrálnak a lányaink, nagyon-nagyon minőségi röplabdát tesznek le, de azért szetteken belül még néha-néha azért látok, főleg az ilyen úgymond papíron könnyebb ellenfelek ellen, hogy picit kiengednek. Hogyha ezt megtanulják, hogy az elejétől a végéig koncentrálnak, akkor azt mindig is mondtam, hogy akkor egy ilyen nagyobb mérkőzéseken, amikor már tét lesz, amikor már teher lesz rajtuk, amikor már tényleg bajnoki serlegekért játszunk érmek, akkor nem lesz kérdés az, hogy azokat a kiélezett pontokat kinyeri. A kupa visszavágót február 18-án rendezik a Continental Arénában, majd 3 nappal később kezdődik a bajnoki rájátszás a Nyíregyháza számára. A 3 nyert meccsig tartó negyeddöntőben a DVTK lesz Németh Szabolcs csapatának ellenfele.